Ünnepélyes keretek között átadták a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított gömöralmágyi óvodát. Az intézmény a program első ütemében vett részt, és magyarországi forrásból mintegy 165 ezer euróból újult meg. A pénzforrásokat ehhez a felújításhoz a Bethlen Gábor Alap ZRT támogatásából sikerült megszerezni. Ez az összegnek a magassága egy ilyen 165 ezer euró, ebből 148 ezer eurót tesztek ki a felújításra az építkezési munkálatok, és a többi rész pedig belső berendezésre, a pálcázatnak a felújítására és a bútorzatnak és játékoknak a vásárlására tudtuk fordítani. Az óvoda jelenleg két csoporttal működik. Az egyikben 20 gyermek, a másikban 17 gyermek kezdi meg az új tanévet. Agócs Péter igazgató örömét fejezte ki, hisz a felújításnak köszönhetően az óvoda a környék egyik legmagasabb színvonalú intézményévé vált. A pedagógusok, az óvónénik didaktikai eszközöket is kaptak, amelyek ugye hivatottak arra, hogy az oktatónevelő munkát fejlesszék, illetve az oktatónevelő munkának a minőségét fejlesszék az óvodában. Hatalmas lépés ez nekünk itt az óvoda életében és maga az intézmény életében, hiszen mint központi intézményről lévén szó, nem csak az iskola körzetből járnak már úgy az óvoda, mint az iskolában tanulók és gyerekek, hanem az iskola körzeten kívülről is. A gömöralmágyi alapiskola és óvoda 40 évvel ezelőtt jött létre. Az óvoda 25 éve része az intézménynek. Azóta komolyabb beruházások az épületen nem valósultak meg, kivéve a 11 évvel ezelőtti tetőcserét. A kisebbeket az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, hisz szívügyének tekinti az intézmény folyamatos fejlesztését. Az előző években megújultak a szociális helységek, a belső terek, az osztálytermek, illetve terben van a tornaterem, valamint a szaktantermek felújítása. Utóbbiakhoz pályázati támogatást remélnek. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnökségi tagja hangsúlyozta, hogy az óvoda, az iskola és a templom stratégiai helyeknek számítanak a településeken. Fontos azt is megemlíteni, hogy ez bizony valahol szlovák kormány felelősség lenne, hogy kötelesség lenne, és a magyar kormány ezt átvállalja a szlovák kormánytól, úgyhogy nyilván a kormány nevében is köszönetet kellene mondani a szlovák kormány nevébe, hiszen ez egy érdekes helyzet, hogy Magyarország újítja fel az itteni intézményeket, és ezt nyilván miattunk teszi a határon túli magyarokért, hogy meg tudjuk őrizni identitásunkat, és ilyen szempontból az óvodák azok stratégiai helyek. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program az összesen 38,5 milliárdos összegével a jelenleg futó legnagyobb költségvetésű külhoni program. Célja, hogy a jelenlegi 48 ezerről legalább 60 ezerre emelkedjék a határon túli magyar óvodások száma. A program keretében a felvidéken közel 140 intézményt újítottak és újítanak fel, illetve 32 új intézményt építenek.